Na hát akkor jó estét kívánok mindenkinek, remélem nem látszom. Látszom? Mit látsz? Valami sötétséget, igaz? Nem sok fényt látok itt. 400 évvel ezelőtt ugyanígy itt lehetett volna a Galileo, hogy akkor már felépült a Polaris, de erről szó sem lehet. Mit ad Isten? Belenéztünk a naptárba, és kiderült, hogy egészen napra pontosan lehet tudni azt, hogy Galilei mikor fedezte fel a Jupiter holdjait. 1610. január 7-én este. Akkor a Jupiter nem ilyen alacsonyan volt, mint most, nem sokára el fog tűnni a szemünk elől, hanem fent volt egészen magasan a rák csillagképben. Azon az első ominózus éjszakán 3 holdat figyelt meg, aztán azt hiszem 12-én már a 4-et is meg tudta figyelni, és utána megcsinálta a kis forradalmát, ami mind a mai napig hat. A ma esti bemutatónak a célja az volt, hogy először is, amíg le nem nyugszik a Jupiter, mert tőlünk nagyon korán nyugszik, belátogatunk a kupolába, és hát nem tudom, beledögjük a mikrofont az okulárba, hogy valahogy meg lehet oldani ezt a dolgot, hogy lássunk valamit, de egy kis feelinget megpróbálunk átadni. Van itt egy feeling valahol? Van. Van. Te ki vagy? Név szerint? Név szerint. Vizé Péter. Mit láttál az előbb? Hát a Polaris nagytávcsővével nagyon szépen látszik a 4 hold. Az Io az szinte érintőlegesen van hozzá, tehát nagyon közel. Látszik az egyik egyenlőtői sáv, a másik az nagyon halványan. Ki mint az utazó? Nagyon, nagyon lent van a Jupiter, tehát sok részlet nem látszik, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy pont 400 évvel Galilei után tényleg nagy élmény. Ezt még tetézi, hogy az elmúlt hetekben szinte nem is volt derült egünk, és milyen óriási mázli, hogy pont most estére, de tényleg itt az utolsó pillanatokra kiderült az ég. Te annak idén itt csináltál dióverőt? U40-es uránia távcsövet természetesen csináltam, ami most különösen retro élvény volt, hogy az előbb a teraszról megnéztük a Galilei replika távcsővel a Jupitert, és ugyanaz a kulcsukon való kinézés élményem volt, mint annak idején a dióverővel. Tehát a Galilei replika távcső látómezeinek az átmérője, az körülbelül kétszerese annak, ami a Jupiter és a holdjainak a teljes átmérője. Tehát nagyon pici, nagyon kell célozni vele még 12-szeres nagyításnál, és hogy egyáltalán a látómezőben legyen. Úgyhogy ha így nézem, akkor óriási dolog, hogy Galilei feltehetőleg egy ennél még rosszabb optikai minőségű távcsővel egyáltalán valamit láthatott. Tehát ez hihetetlen. Na hát nagyszerű. Én is néztem vele, azt hiszem egy holdat sikerült látnom, és talán még egyet, de hát nagyon, nagyon rossz most a láthatóság. Igen, és látszik, hogy korong alakú Jupiter, ennyi látszik, és egy holdja egészen biztosan Kalisztó, Ganimédes valamelyik. Hát akkor el vagyunk maradva két holdal az öreg Galileótól. Jó, van, most a vendégeink, még nem igen találkoztunk itt a Polarisban, azt hiszem. Hogyan jutottak el hozzánk? Interneten néztük az oldalt, és ott láttam, hogy lesz ma este egy ilyen előadás ennek az évfordulónak az alkalmából, és ezért jöttünk. És sikerült megnézni Jupitert és holdjait? Igen, igen, és csodálkozom, hogy Galilei ezzel lát, a saját távcsővel egyáltalán bármit is láthatott, hogyha tehát így ezzel a távcsővel most azért tényleg lehetett látni a holdakat is. Éppen a Marta Lajos majd később lesz, ő is fog majd előadni. Beszélgettünk arról, hogy Galilei nem csak a Jupiter holdokat fedezte fel, de a Neptunuszt viszont nem fedezte fel. Nem 1610-ben, hanem azt, ami 12-ben is észlelte még tovább a Jupitert és a holdrendszerét. Nagyon nagy tervei voltak vele. Egyáltalán megtapasztalni, hogy mi folyik a Jupiter körül. És az egyik rajzán, vagy talán két rajzán is a Neptunuszt is megörökítette. De nem arra koncentrált, ezért nem fedezte fel a Neptunusz, pedig akkor lett van igazán nagy balhé. Láthatok valamit? Gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg nagyon szerencsénk volt ezzel az időjárással most, és jó, hogy meg tudtuk nézni a holdakat. Ha minden jól megy, akkor még az este folyamán még tudunk nézelődni. A kitartóbbak még a Marsot is meg fogják tudni nézni az este folyamán ezzel a távcsővel. Igen, Kárpáti Ádám rovatvezetőnk, bolygó rovatvezetőnk nyilatkozott, és az egyik kiváló bemutatónk. Tetszett? Eltűnt.
mondja, hogy eltűnt. Tessék visszaigazítani, ez helytelen. Beborult volna? Ott van. Kicsoda mozdult a távcső. Kereső távcső segítségével egy másodperc alatt újra megfigyelhetővé válik a főműszerrel is, és gyönyörűen látszik. Hát ugye sajnos nagyon alacsonyan van már a horizont fölött, és ezért sok részlet nincs rajta, de tulajdonképpen a lényeg az, amiért most szeretnénk megnézni, az nagyon szépen látszik a bolygón. És akkor átadom a helyemet az érdeklődőknek, aki szeretné megnézni, az nyugodtan belemészet. Tamás, közben meg tudnád mutatni a kupolarésnek a peremét, hogy a hóperem kinyúlik? Ugye most egész nap havazott, és kicsit kockázatos, mert fölé nyúlik a hóréteg olyan 5-10 centire. Reméljük, hogy nem kezd el potyogni befelé a nyakunkba. Ott látszik az a kis... Igen, látszik jól ott az a fehér pere, mint hogyha kifolyna a távcső elejéből az a hó. Most a képen úgy látom. Remélem mindenkinek tetszik. Tényleg egy meglepetés volt, hogy most ma estére kiderül, mert nem így terveztük, hogy most derült lesz és Jupitert nézünk. Úgyhogy most kicsit csúszni fog a program emiatt. Igen, hát köszönöm szépen, most a személyen vagyok rajta, és egy végekonferálást csinálnék. Menjünk át az előadóterembe, kicsit átszerelkezünk, és egy 5-10 perc múlva folytatjuk, én már az előadásokkal. És mindenki nézi a Jupitert, aki még látja.